Ennek a kisfilmnek az a célja, hogy bemutassa a szelektív hulladékgyűjtés értelmét és lényegét a hulladékból termék kiállításon keresztül. A kiállítás még 2006 márciusában indult országos körútjára a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, illetve az Ökopak Kft. Kezdeményezésére. Magyarország szinte valamennyi városában megfordult már a tárlat. Fiatalok és felnőttek százezreinek bemutatva a hulladékhasznosítás ipari és művészeti oldalát. Ez az oktató film lehetővé teszi, hogy aki személyesen nem tudta eddig megtekinteni ezt a vándorkiállítást, az erről a DVD-ről közelebbről is megismerhesse. A kiállítás nem titkolt célja, hogy szeretné eloszlatni azt a tévhitet, miszerint a szelektíven gyűjtött hulladékok összeöntésre kerülnek. Erre tökéletes bizonyíték a kiállításon megtekinthető 100 magyar hulladékhasznosító cég termékeinek széles skálája, melyeket itt a gyakorlatban is ki lehet próbálni. A szelektív hulladékból tehát hasznos másodnyersanyag, abból pedig számos termék készül hazánkban, ami nem lenne lehetséges a lakosság tudatossága és szorgalmas szelektálása nélkül. A bemutató segítséget nyújthat a pályaválasztáshoz, ötletet adhat vállalkozáshoz, de legfőképp hozzájárul a hazai környezetipar és környezetbarát termékek továbbfejlesztéséhez. A kiállításon bemutatkozó cégekről, termékeikről többet megtudhat a kiállítás honlapján, ahol friss hírekkel és további érdekességekkel is várjuk. www.hulladék.eu Oktatófilmünk logikája a hulladék hierarchia alapján épül fel, miszerint a környezetbarát és bölcs megoldásoktól haladunk a környezet terhelő, rövid távú megoldások felé. Legegyszerűbb megoldás a megelőzés, hiszen az a legjobb hulladék, ami nem is keletkezik. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik a komposztálás és a tudatos vásárlás. A következő lépcsőfok az újrahasználat, ahol magát a tárgyat többször használjuk fel. Ide tartozik a betétdíjas rendszer, de a hulladékok művészeti alkalmazása is. Az újrafeldolgozás témakörébe tartozik a szelektív hulladékgyűjtés által megvalósuló hulladékhasznosítás, idegen szóval recycling. Itt anyagában hasznosítjuk a hulladékokat. A negyedik lépcsőfok az energetikai hasznosítás, ahol a hulladékokból égetés során hőenergiát nyerünk ki. Természeti környezetünk szempontjából a legártalmasabb a lerakás, ami komoly terhet ró a természetre és a lakosságra egyaránt. Mégis legnagyobb mértékben deponálásra kerül a hulladék, amit ekkor már szemétnek nevezünk. Ezért kell különös figyelmet fordítanunk az első három lépcsőfokra, hogy ne a föld alá kerüljenek nehezen megszerzett nyersanyagaink. Kezdjük a megelőzéssel, de talán ne itt. A bevásárlóközpont helyett keressünk valami kellemesebb helyet, mint például egy kisboltot vagy egy piacot. A tudatos vásárlás valahol itt kezdődik. Ismerjük az eladót, ismerjük a terméket, és néha még a termelőt is. Itt kedvünkre válogathatunk, sőt, még egy kis beszélgetést is megengedhetünk magunknak, nem kell úgy sietni. A tudatos vásárló teli hassal, listával és vászontáskával felfegyverkezve indul útjára. A hulladék megelőzés másik nagy praktikája a komposztálás. Egyes felmérések szerint a lakossági hulladék akár harmada is komposztálható lehet, ezért érdemes önkormányzati és háztartási szinten foglalkozni vele. Fűnyesedék, zöldségek maradéka, kávézat, tojáshéj, teafű, ezek mind kertünk talajának javítását szolgálhatják, ha komposztáljuk őket. Komposztkeretet mi is könnyen készíthetünk otthon raklapokból vagy hulladékfaanyagból, de igény szerint vásárolhatunk is különböző erre kifejlesztett edényzeteket. A komposztálás igazi mestere a SZIKE Környezet és Egészségvédelmi Egyesület, akik már komplex kerületi komposztprogramot is megvalósítottak Budapesten. Hitvallásuk szerint a zöld javakat a kertben kell hasznosítani, ha pedig nincs kert, érdemes köztéri, közösségi komposztálóban gondolkodni. Az ipari komposztálás is sok helyütt működik kis hazánkban. Kiállításunkon a pécsi zöld hulladékbegyűjtést és a gödöllői komposztea előállítását ismerhetjük meg. A komposztea egy olyan hazai termék, ami minden növénykultúrában termésnövelőként, tápanyagpótlásként alkalmazható. Megelőzés.
Ide tartozik a betétdíjas rendszer is, amikor visszaválthatjuk az adott csomagolóanyagot, és az újratöltés útján kerül vissza a rendszerbe. Tökéletes példa erre a szódás, szikvizes palackok esete. Egy betétdíjas üveg körülbelül 40-szer újratölthető, ami óriási megtakarítást jelent az eldobható csomagolásokkal szemben. Válasszuk a visszaválthatót, amíg lehet. Hulladékból művészet, azaz recycling art. A hulladékok feldolgozásának egy érdekes és sokszínű módja a művészek általi hasznosítás. Így a hasztalan kacatok, hulladékanyagok új formát öltenek, és hasznos tárgyakban vagy éppen művészeti alkotásokban születhetnek újra. Terbe János például a kartonpapírral képes csodát művelni, hiszen egyedi kézi munkával készített kartonbútorai, lámpái és vázái látványos megoldást kínálnak a lakás, az iroda és az üzletberendezésben is. Termékei új életstílust közvetítenek, és észrevétlenül is környezettudatos gondolkodásra inspirálják használójukat. Teherbírásuk nagyon jó, áruk versenyképes. Kiállításunk teljes vászszerkezete is ilyen kartonból készült, ezzel is jelezni szeretnénk, hogy egyrészt ez egy nagyon jó használható magyar termék, másrészt pedig, hogy nagyon könnyen szétszedhető, újból másik helyen összeállítható. A papírban rejlő lehetőségek végtelenek. Itt például kartondobozokból készült ajándékdobozokat, ékszertartókat láthatunk. Irodai papírhulladékból, bicikliküllőből kis leleményességgel füzeteket is készíthetünk, melyek teljesen egyedi dizájnt kaphatnak. Így nem csak pénztárcákon spórolhatunk, hanem jegyzettömbünk is igazán környezetbaráttá válik. Szabó Eszter Ágnes és a Medence csoport például a textil PVC anyagú óriás plakátokat mentették meg a szeméttelettől, és adtak nekik még egy esélyt, mint strandtáska, pénztárca vagy éppen kanapé. A táskák óriási népszerűségnek örvendenek, elsősorban a hölgyek körében, hisz kinek ne kellene egy olyan táska, amit ő maga szab ki, és ezáltal csak egy van belőle a világon. A pillekő is egyre ismertebb fogalom, melynek tartalma a már elhasznált műanyag palackokból áll, és köztéri szobrok, térbútorok készülhetnek belőle. Ha már a műanyag palackoknál tartunk, érdemes közelebbről is megszemlélnünk ezeket a festményeket. Első ránézésre nem is sejtenénk, pedig igaz. Ezek mind feldarabolt műanyag kupakokból készültek. A következő a Cellux csoport, akik a gyerekekkel közösen alkotnak és barkácsolnak, kilépve az A4-es papír egysíkú világából. Többnyire városi és háztartási hulladékokból dolgoznak, mert a környezettudatos nevelés az elsődleges szempontjuk. A kiállítás további érdekessége a használt bakelit lemezből készült fali órák, melyek Bohus Tamási leleményességét tükrözik. A Balkántangó termékei az igényességet és a környezettudatosságot közvetítik. A hulladékbicikli gumibelsőből készült pénztárcákat, táskákat a világ minden pontjáról szívesen rendelik egyedisége miatt. A Recycle Mission csapata pedig a hulladékká vált kerékpárok minden porcikáját feldolgozza. Készítenek széket, asztalt, mécses tartót, övet, sörnyitót és füstölőtartót is. A Törődő Világ gyapjút, a Retextil Alapítvány pedig mindenféle textil hulladékot dolgoz fel, termékeikkel országszerte találkozhatunk. A vasvirágok elsősorban autóalkatrészekből készülnek, elgondolkodtatva minket a mobilizáció mai helyzetéről. A hierarchia harmadik lépcsőfoka az újrafeldolgozás, vagy ismertebb nevén az újrahasznosítás. Ennek előfeltétele a már szinte mindenki által hallott szelektív hulladékgyűjtés. De azt már kevesen tudják, hová is kerül a fáradtságos munka árán külön válogatott hulladék. Városi legendaként néha hallhatjuk, hogy a szelektív hulladékot összeöntik. Ez azonban tényleg csak legenda, mert ha ellátogatunk számos válogató műhünk egyikébe, láthatjuk, hogy sok esetben még a műanyagot is 10-12 felé válogatják. Külön hasznosítják a kék, sárga, átlátszó PET palackokat, a zacskókat, a háztartási flakonokat, még a hungarocelt is. A hulladékválogatás igencsak gép és emberigényes feladat, nem beszélve a begyűjtésről és a gyűjtőszigetek kihelyezéséről. Az összeöntés tehát ebből a szempontból is teljes badarság volna.
de nézzük sorra a hulladékfajtákat. Kezdjük a legismertebb és legnagyobb mennyiségben gyűjtött papírral. A nem újrahasznosított papír fából készül, ezért érdemes spórolni vele. Ugyanis ha ilyen ütemben használjuk tovább nyomtatásra, csomagolásra, szó szerint magunk alatt vágjuk a fát. A legfontosabb tehát, hogy spóroljunk vele. A szelektálás csak ezután jön. Ezen a folyamatábrán végignézhetjük, hogy a gyűjtőedényből a válogatószalagra kerül a papír, majd fajtánként szépen bebálázzák. A bálákat egy óriási tartályban pépesítik, ahol kiszűrik belőle a szennyeződéseket. Ezután a megszűrt pép eljut az óriás hengerekhez, ahol hatalmas méretben szép, sima papír készül belőle. A felhengerelt papír már félkész termékként várja a jövőt, hogy kartondoboz vagy csomagoló papír készül-e belőle. A papírnak nagyon sokféle felhasználási lehetősége van. Maga az asztal és a háttérben látható paravánfal is papírhulladékból készült. Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb papírhasznosító üzemét a Dunapak ZRT üzemelteti. 600 ezer tonna per év kapacitással, és itt láthatjuk, hogy az alapanyagból hányféle dobozt készítenek a csomagolóipar számára. A halaspak által gyártott élvédőket és bugákat szintén a csomagolóipar használja. De hulladékból készülnek a különböző egészségügyi és csomagolópapírok is, vagy például a környezetbarát zsebkendők. Irodákban, szórakozóhelyeken sokat találkozhatunk a papírkésztörlőkkel is. A jobb minőségű papírhulladékból füzetek, mappák készíthetők, melyek igényes dizájnjukon keresztül jól közvetítik a környezettudatosságot és a mai divatot. Egyre több zöld irodáról lehet hallani manapság. Ezeknek egyik ismertető jele, hogy igyekeznek spórolni a papír felhasználással, másik jellemzőjük pedig, hogy nyomtató és faxpapírjuk újrahasznosított papírból készül. Külön papírgyűjtőt is rendelhetünk irodánkba, iskolánkba térintésmentesen, meghosszabbítva ezzel a papír életútját és szelídebbé téve intézményünk működését. Persze a legjobb megoldás, ha minél kevesebb papírt használunk, csak a végső esetben nyomtassunk, illetve használjuk a papír mindkét oldalát. Az italos karton egy elég közismert csomagolás. Mindenki ivott már ilyen italos dobozból tejet vagy üdítőitalt. Azt érdemes tudni róla, hogy 75%-a papír, a 25%-a pedig tartalmaz még alumíniumot és műanyagot is. Budapesten, Győrött vagy Kaposváron a papírgyűjtőbe kell dobnunk, de Pécset vagy Nyíregyházán már a műanyagos konténerbe, ezért érdemes figyelni a gyűjtőkön elhelyezett matricákat. Ne felejtsük el, hogy érdemes használt mosogatóvízben kicsit kiöblíteni, majd a konténerbe helyezés előtt laposra taposni. Tudják, tapossa laposra! A válogatóműben kiválogatják a többi hulladékfajta közül és bebálázzák. Innen kerül a papírgyárakhoz, ahol pépesítik és kiválasztják belőle az alumíniumot és a műanyagot. Az italos kartonból készülhet a bútorlaphoz hasonlatos tektánlap vagy például tojástálca is. A műanyaggyűjtő konténerbe dobhatjuk elhasznált palackjainkat vagy háztartási tisztítószeres, mosószeres flakonjainkat. Sokféle műanyagfajta létezik, ezért ezt fajtánként külön kell válogatni. Utána műanyag hasznosító üzemekben ledarálják, és regranulátumot készítenek belőle. Ebből a másodnyersanyagból pedig fröccsöntéssel készíthetünk számos terméket, melynek egész arzenálját mutatja be a kiállítás. Egyre több palackpréssel találkozhatunk manapság, ezeknél alapvető követelmény, hogy manuálisak legyenek, azaz ne fogyasszunk plusz erőforrásokat. A préseket nagyobb lakóközösségeknek, irodaházaknak ajánljuk, ahol sokan használhatják, meghozva ezzel mások számára is a szelektáló kedvet. Itt kell megemlíteni, hogy a leginkább környezetbarát mód, ha lábbal tapossuk laposra. A préselésre, taposásra azért van szükség, hogy ne teljenek meg idő előtt a hulladékgyűjtők. Így a begyűjtőautók sem levegővel teli palackokat szállítanak, hanem tömör hulladékot. Az eredeti méretű és az összepréselt pillapalackok térfogatának különbségét hivatott bemutatni ez a két kuka is. Itt láthatók a már említett granulátumok, amik a termékgyártás alapját adják.
a gyűjtésnek és a válogatásnak köszönhetően a termelés körforgásában tudjuk tartani a másodnyersanyagokat, megkülönböztetve a polietilént, a polipropilént, a polivinilkloridot, azaz PVC-t és még sok más egyéb műanyagfajtát. A kiállításon láthatók a különféle alapanyagfázisok, egészen a hulladéktól a darálékig, az agglomerátumtól a regranulátumig. Bemutatjuk a hulladékból készült alapanyagok hogyan néznek ki. Meg lehet fogni, meg lehet tapintani őket. A Holofon ZRT és a Remat ZRT készíti Magyarországon a legtöbb regranulátumot, amelyből a képen látható fóliák, zsákok is készülnek. A műanyag hulladék a legszélesebb hasznosítási lehetőségeket kínálja. Itt éppen mezőgazdaságban, kertészetekben használatos virágcserepeket látunk. Ebből évente körülbelül 5 millió darabot exportálunk Hollandiába. Mezőgazdasági, ipari célokra nagyon sok hulladék másodnyersanyagként felhasználható, és teljesen a granulátummal egyenértékű anyag készülhet belőle. Itt vannak például ezek a meszesláták, vödrök. Színükből látszik, hogy ezek azért nem a szokásos, hagyományos színek, bizony ez a különböző színű műanyag hulladék keveredése miatt van. Annak ellenére, hogy összetétele vegyes, tökéletesen megfelel a felhasználás céljára. A települési szilárd hulladéknál egyre többször találkozunk olyan vegyes hulladékokkal, melyek nem választhatók el egymástól. Ilyen vegyes hulladékot láthatunk az asztal bal oldalán. Csöveket, zsákokat, cserepet, zacskókat. Egy ilyen vegyes hulladékból nagyon erős és időjárás álló oszlopok készülhetnek, és mint a képek is mutatják, szőlőkaróként, kerítésoszlopként nagyon széles körű a felhasználásuk. Még nem terjedt el annyira Magyarországon, de a pilisi erdőkben találkozhatunk ilyen újrahasznosított oszlopokkal, melyek vadkerítésként funkcionálnak. Nyugat-Európában, Ausztriában, Németországban már nagyon sok helyen használják őket, kiváltva ezzel az elsődleges erőforrásokat, mint például a szén, a földgáz vagy a kőolaj. Balatonbogláron például válogatott műanyag hulladékot dolgoznak fel, ebből készülnek a fa anyagára és mintázatára nagyon hasonlító kerítéselemek vagy kerti padok. Ha közelebbről megnézzük, a pad szürke részén jól látszik a fröccsöntésre jellemző mintázat. A műanyag termékek skáláját tovább szélesítik a mobiltartók, gépjármű alkatrészek, visszapillantó burkolatok. A kereskedelemben minden nap óriási tömegben használatos termékek a műanyag rekeszek, melyek nélkülözhetetlenek a tej és húsipar számára, ebben érkeznek a pékáruk a boltba, de a szikvizet is ebben érdemes szállítani. A műanyag rekeszek 100%-ban újrahasznosíthatók. A kiállításon bemutatásra kerül, hogy az a polipropilén rekesz, ami akár 5-10 éven keresztül szolgált, az visszadarálva, a rendszerbe visszadolgozva, ismételten használhatóvá válik. A csomagolóiparban rendszeresen használják a különböző pántoló szalagokat, melyek arra szolgálnak, hogy az árut a raklaphoz erősítsék szállítás közben. Ez is 100% hulladékból készül, és ehhez sem kell új anyagot felhasználni. A szállítás során egyre többször kiváltja a faraklapot a műanyag paletta vagy raklap. Ezek is különböző műanyag hulladékok összedarálása és préselése során készülnek. Mechanikailag nagyon jó tulajdonságokkal rendelkeznek, és nagyon sokáig használhatók. Ezen a két kartonfalon például sok érdekes termék látható, melyről nem gondolnánk, hogy elhasznált fóliából vagy palackból készül. A sörös hordó kupakjától kezdve láthatunk itt tálakat, tálcákat, Angliába készülő szelektív gyűjtőzsákokat, lábtörlőket. A hulladékká váló PET pillepalack sorsa az egyik legérdekesebb pontja a hulladékhasznosításnak. A kiállításon bemutatjuk, hogy bár Magyarországon jelenleg nem vagyunk képesek készterméket gyártani belőle, de nagyon sok cégünk közvetlen kapcsolatban van kínai partnerekkel, ahol poliészter szálakat készítenek belőle. A poliészter hasznos másodnyersanyag a textilipar számára, hiszen számtalan termék ebből az újrafeldolgozott anyagból kerül előállításra. A fent látott esernyő, fehérneműk, cipzárak, párnabélésanyagok, sálak, kesztyűk vagy éppen gyermekdzsekik készülhetnek 100% poliészterből.
Azt szeretnénk a kiállításnak ezzel a részével bemutatni, hogy ha már műanyag csomagolású terméket választunk, érdemes visszagyűjteni, szelektálni a hátramaradt hulladékot, hiszen láthatjuk, hogy számos általunk használt tárgy készül belőle, és így spórolhatunk primer erőforrásainkkal. S ha már az erőforrásainknál tartunk, egy igazi érdekesség következik. Szombathelyen ugyanis a Pandan Kft-nél készül műanyag csomagoló anyagokból a zöld tető szigeteléshez szükséges drenázslap. A jövő építészetének szerves eleme a zöld tető, melynek előfutárait már sok helyen fellelhetjük. Ez a technológia nem csak az épületek hőháztartását javítja, hanem plusz zöld felületet is biztosít. A Baumix építőipari és kereskedelmi Kft. Egy eleddig nem látott műanyag hulladék típus hasznosítását végzi. Ez a polisztirol, amit mi igazán Hungarocell néven ismerünk. A csomagolóiparban a polisztirol a termékek védelmét szolgálja, és óriási mennyiségben keletkezik. Begyűjtése nem egészen megoldott, de egyes hulladékudvarokban leadhatjuk a könnyű fajsúlyáról és nagy méreteiről felismerhető anyagot. Az újrafeldolgozás során beton hozzáadásával építőelemek készülnek belőle, melyek jó hang, zaj és hőszigetelő tulajdonsággal rendelkeznek. Egy nagyon izgalmas felhasználási területe következik a műanyag hulladékoknak, a PVC. Mindenki egy nagyon rossz, negatív érzettel közelít a PVC anyagokhoz, mondván, hogy égetése során klór képződik, ami belélegezve súlyosan mérgező. Ha azonban szakmailag helyesen és szakszerűen dolgozzák fel, akkor ezekből a PVC kábel hulladékokból, padlómaradékokból, autóalkatrészekből a képen is látható mesterséges tavak vagy szemétlerakók szigetelő rétege és forgalomtechnikai eszközök reciklálhatók, mint például ez a fekvőrendőr. Az itt látható őrlemények számítástechnikai kábelek burkolatából, gumilabdából és kinder tojásból vannak előállítva. A Mikrolin Kft. Hasznosító üzemében ebből gyártják a képen látható kábelvezető csatornát és a forgalomtechnikában használatos terelőtáblák talpazatát is. Gomba nevű községünkben a Remater Kft. Telephelyén ezekből a makacs PVC hulladékokból készül a Sikofol nevű magyar fólia, amivel tavakat, víztározókat vagy az előbb említett zöldtetőket lehet szigetelni. A vegyes települési szilárd hulladék műanyag frakciójából azt összepréselve taposórács készíthető, ami kiváltja a betonelemek használatát. További érdekessége a magyar hasznosítóiparnak az itt látható esőkabátok, melyek PVC hulladékok felhasználásával kerülnek gyártásra. Fém hulladékainkat a szürke gyűjtőedényzetbe helyezhetjük el, már ha találunk ilyen gyűjtőt. Sok városban nem vállalják ennek szelektív gyűjtését, ez esetben érdemes hulladékudvarba szállítani. Ha azonban szelektíven begyűjtötték a hulladékszigetről, elviszik a válogatóműbe, ahol gépekkel és kézzel egyaránt megkezdődik a válogatás. Külön a színes fém, külön a vas és külön az alumínium. A bálázás után anyagfajtánként beolvasztják és az aranyrúdhoz hasonló tömböt készítenek belőle. Ebből pedig hengereléssel vagy újraolvasztással készíthetjük a most következő termékeket. A csomagolási anyagok, mint például az itt látható sörös, kólás dobozok előállítása igen energiaigényes és környezetterhelő, ezért használatukat érdemes kerülni. A már meglévő hulladéknak az újrafeldolgozása szelídebb folyamat, melyet részletesen ismertet a kiállítás. Az asztal bal oldalán látni néhány régi szódás üveget, alumínium kanalat, kávés edényt, melyekből hasznos alkatrészek készülhetnek Magyarországon. Ilyen például a képen látható ventilátor lapát, ami a londoni metró szellőzését biztosítja. Londonban, ha valaki lemegy a metróba, ott magyar hulladékból gyártott elszívó ventilátor működik. Magyarországon például készülnek tehergépkocsikhoz különböző levegőbiztosító berendezések is. De az építőipar is rengeteg hulladékot használ fel, például az építkezéseken nélkülözhetetlen állványzatrögzítő bilincseket, melyeket szintén alumínium hulladékból gyártottak Magyarországon. A vas hasznosítása talán sok újat nem mutat, itt csak azt próbáljuk érzékeltetni, hogy betonvasak, idomelemek, hálók, illetve radiátor készülhet hulladékanyag felhasználásával. Az autóroncsok illegális bontása, elhelyezése komoly környezeti és gazdasági problémát jelent hazánkban.
pedig az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően technikailag készen állunk az autók szakszerű és környezetbarát hasznosítására. Ezért fokozottan ügyeljünk, hogy elhasznált autónkat legális bontónak adjuk le. Az üveg szelektív gyűjtésére kell a legtöbb figyelmet szentelnünk, mivel egy igen energiaigényes és értékes anyagról van szó. Ennek visszagyűjtési arányát 2012-re 60%-os szintre kell emelnünk, ami a legnagyobb feladatot tűzi ki a magyar hulladékbegyűjtő és hasznosítóipar elé. Több városban külön-külön helyezhetjük el a színes és a fehér, azaz átlátszó üveget, de sokszor csak egy gyűjtőedényt találunk. A technológiai fejlődésnek köszönhetően már van olyan válogató művünk, például Alsó-Zsolcán és Csömörön, ahol lézertechnika segítségével pillanatok alatt választják szét a színes és a fehér üveget. Sajnos fehér üveget tudunk csak Magyarországon hasznosítani, a színes üveg külföldre kerül. A kiállításon részletesen megtekinthetjük a begyűjtés, adagolás, előválogatás, törés, hasznosítás folyamatát fényképeken és tárgyakon keresztül. Itt mutatjuk be azt is, hogy a fehér üveg milyen összetevőkből épül fel. Ebben a hengerben láthatjuk, hogy az üveghez fehér homokot, dolomitot, földpátot, mészkövet kell bányászni, szódát kell előállítani, melyek külön-külön is óriási környezetterheléssel járnak, azaz nagy az ökológiai hátizsákjuk. Az oszlop tetején láthatjuk, hogy a hulladéküveg is visszakerülhet az új üveg anyagába, aminek a maximuma akár 50-60%-os is lehetne. Sajnos a jelenlegi szerény szelektivitás mellett ez jelenleg 13-15%-nál áll meg. De nem adjuk fel. Figyeljünk tehát fokozottan az üveghulladékra, hogy újra befőttes üveg, italos üveg készülhessen belőle. Itt érdemes kiemelni egy magyar szabadalmat is, Hoffmann László Habkavics nevű találmányát. A feldolgozó ipar számára hasztalan üveghulladékot, például reflektorokat, vagy üvegszálat tud újrafeldolgozni és hasznosítani, hogy a folyamat végén hő- és zajszigetelő falak jöhessenek létre. A gumiabroncs az egyik olyan hulladék, ami nagyon nagy mennyiségben képződött a 20. században, és eleinte nem tudtak vele mit kezdeni az emberek. Nagy része bekerült a hulladéklerakókba. Mára azonban, felismerve a tényt, hogy milyen értékes anyagról van is szó, az újrahasznosítás nagyon jól megoldódott. A textíliától és fémszálaktól megszabadított abroncsokat olyan apróra tudják már őrölni, hogy a legjobb minőség már az újra vulkanizálásra is alkalmas, azaz újra gumiabroncs készülhet belőle. A hulladékból termék kiállításon továbbá bemutatjuk azokat az egyéb késztermékeket, amelyek itt Magyarországon több cégnél is készülnek. Játszótereinket, sportpályáinkat láthatjuk el olyan esésvédő gumiburkolattal, ami csökkenti a sérülések esélyét. Sajnos, miután költséges technológiáról van szó, ezért az igény kisebb, mint a képződött gumihulladék. A gumi jófaj hőértéke miatt a fennmaradó mennyiséget a cementgyárak energetikai úton hasznosítják, azaz tüzelőanyagot váltanak ki vele. Rengeteg fa raklap képződik az országban, és ez hosszú ideig égetéssel került megsemmisítésre. Ma már több olyan cég is van Magyarországon, aki ezt föl tudja dolgozni, hiszen megfelelő technológiával rendelkezik. A fa hulladékot, bútorokat feldolgozzák, és préselt lapokat készítenek belőle. A szombathelyi Falkó ZRT például olyan bútorlapokat, bútorelemeket gyárt, melyek kiválóan alkalmasak lakásberendezésekre, irodabútorok készítésére, és így tulajdonképpen egy 100%-ban anyagában történő hasznosítás valósul meg. Modern korunk új és rendkívül összetett hulladékfajtája az elektronikai hulladék. Fogyasztói társadalmunk és a technológiai fejlődés egyik komoly hátránya, hogy sűrűn cseréljük egyes elektronikai cikkeinket, aminek folyamányaképpen megfigyelhetjük a termékek életciklusának lerövidülését. Ami nemrég még évtizedekig szolgált, napjainkban csupán néhány évig van használatban, és a szerelőműhelyek számának csökkenésével sajnos egyre több elektronikai hulladék keletkezik a világban. Érdemes tudni azonban, hogy efféle hulladékainkat ingyenesen leadhatjuk minden olyan boltban, üzletben, ahol ilyen terméket árusítanak. És nem kell cserébe vásárolnunk semmit. Jogszabályi előírás kötelezi az elektronikai cikkek árusítóit, hogy a hulladékot átvegyék, legyen az egy 30 éves tévé vagy egy mosógép.
Manuális és gépi bontással visszanyerik ezen termékekből a színes fémeket, üveget, műanyagot, hogy az értékes anyag a körforgásban maradhasson. A hűtőgépek bontása során például a visszanyert fémeket a kohászat használja fel, a szigetelő anyagként szolgáló púrha pedig olaj és vegyszer megkötőként hasznosítható kármentesítési eljárásokban. Adathordozóink is gyors átalakuláson mennek keresztül. Gondoljunk csak a floppy lemez, videó és magnókazetták nagy sikerére és gyors letűnésére. Manapság már CD-t is egyre ritkábban használunk. Az említett adathordozó begyűjtésére nincs kidolgozva rendszer, az országban egyelőre csak 3 helyen lehet elhelyezni ezeket. A VTCD székesfehérvári és budapesti telephelyén, illetve vándorló kiállításunk aktuális helyszínén. Kiállításunk különös figyelmet szentel a kevésbé ismert hulladékoknak is, mert fontosnak tartjuk, hogy ezek kezelését és hasznosítását is ismertessük a látogatókkal. Ilyen például az akkumulátor hulladék, amit minden benzinkútnál leadhatunk. És ki gondolná, hogy ebből később horgászólom, vagy éppen lőszer készül majd. Használt elemeinknek is jó helyre kell kerülniük, mert a szemétbe dobva komoly veszélyt jelentenek környezetünkre. Ebben van segítségünkre a képen látható gyűjtő, ami már több mint 10 000 helyen megtalálható az országban. Figyelem, éljünk a lehetőséggel! További érdekesség, hogy a megmaradt élelmiszer is hasznosítható, amit a Biofilter ZRT tud feldolgozni. Az éttermektől és szállodáktól elszállított élelmiszer maradékokból biogáz állítható elő, melynek hőhasznosítása üvegházak fűtésére alkalmas, de emellett elektromos áram termelésére is jó. Elhasznált sütőolajunkat pedig tilos a WC-be önteni vagy a kukába dobni, mert leadhatjuk a hulladékudvarokban, benzinkutaknál, hulladékgyűjtő akciók során, és persze a begyűjtést végző Biofilter ZRT Törökbálinti telephelyén. A használt sütőolaj egyébként biodízel előállítására alkalmas. A különböző gyógyszerek természetre gyakorolt káros hatásáról talán nem kell külön szót ejteni, mert közismert, környezetre veszélyes természetük. Ezért fontos, hogy ez a fajta hulladék is a megfelelő helyre kerüljön. Ilyen gyűjtőket találunk minden egyes patikában, így nem kell magával a hulladékkal külön utakat bejárni. Az energetikai hasznosítás a 4. lépcsőfokon helyezkedik el. Ide soroljuk a hulladék égető hőhasznosítását és a cementgyári felhasználást. A cementgyárak esetében az apróra őrölt hulladékot az égéstérbe juttatják, ahol 1400-1500 fokon atomjaira hullik minden. A jó fűtőértékkel rendelkező hulladékok, amilyen a gumi vagy a műanyag, így kiválthatják a primer fűtőanyagok használatát. Ez azt jelenti, hogy a folyamat során kevesebb kőolaj és földgáz kerül felhasználásra. Elérkeztünk a hulladékpiramis legaljára, ahol a legrosszabb megoldás található. Ebben az esetben a hulladékot már szemétnek hívjuk, és semmilyen formában nem hasznosul, csupán eltüntetjük a szemünk elől, és egy jó nagy gödörben ellássuk. Napjainkban ezek a hulladéklerakók már szigeteltek és szivárgásmentesek, de azért nem lehetünk erre a megoldásra túl büszkék. A modern kor embere, aki a teremtés csúcsának tartja magát, pár évszázad alatt teleszemetelte a földet, megkárosítva ezzel saját fajának életkörülményeit is. Magyarországon jelenleg körülbelül 5 millió tonna hulladékot deponálunk, ami hihetetlenül nagy mennyiség. Ezt talán könnyebben tudjuk úgy elképzelni, hogy évente 3 darab Gellért-hegy nagyságú szemétkupacot kell elásnunk. Újra kellene értékelnünk fogyasztói magatartásunkat, mert ha őszintén beszélünk, ez az életstílus és felelőtlen magatartás nem tartható fenn, még talán rövid távon sem. Köszönjük a figyelmüket, reméljük sokan okulnak majd oktatófilmünkből. További információkat és szakmai anyagokat a www.hulladék.eu oldalon találnak, ahol személyes elérhetőségeink is szerepelnek. És tudják, tapossa laposra!